Az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Handó Tünne, azt kérte, hogy tartsák tiszteletben a bírák függetlenségét. Mindezt arra reagálva tette, hogy Németh Szilárd napokkal ezelőtt ugye azt mondta, hogy az embereket joggal háborítja fel a Vörösiszap katasztrófa ügyében hozott felmentés, csak úgy, mint a Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester helyettes ügyében hozott felfüggesztett szabadságvesztés. Átláthatóságot és elszámoltathatóságot akar Németh Szilárd. Erre kiakadt Handó Tünde, és kiment, de Darák Péter, a kúria elnöke sem hagyta ezt szó nélkül. Hát úgy tűnik, hogy megy a zadok kapok a stúdióban. Majtényi László, jó estét kívánok! Csókolom! Hát Németh Szilárd szavait ön is abszurdnak nevezte. Miért? Igen, hát azért, mert ez az elemi állampolgári ismeretekhez tartozik. És ugye ezzel ön szerint 1990 óta egy alkotmányos jogállamban élünk. Egyébként a bírói függetlenség gondolata sokkal régebbi, és a magyar jogi kultúrában a 19. század előtt is már megvolt, mert a középkorban is megvolt ez. Tehát Kossuthnak egészen fényes szavait lehet ezzel kapcsolatban idézni. Akkor mit gondol, hogy Németh Szilárdnak ez nincs meg? Hát neki nyilván nincs meg, de Németh Szilárd ebben a történetben a legkevésbé érdekes személy. Mondjuk az, hogy Németh Szilárd mit gondol, az teljes mértékben érdektelen. De hogy képvisel valakit? Az viszont az egy probléma. Tehát egyébként ugye a dolognak van jó néhány szintje. Tehát az egyik, hogy ő azt mondja, hogy az emberek föl vannak háborodva. Na most az, hogy egy Kolontáron vagy Devecseren élő ember, akinek egy hozzátartozója ebben a katasztrófában meghalt, ő maga és a családjának az élete ment tönkre. Az, hogy ezekben az emberekben van harag, és van kétségbeesés, és igazságtétel iránti vágy, ez egy teljesen természetes, és teljesen akceptálható emberi érzés. A helyzet az, hogy ami viszont a parlamentet, meg a végrehajtó hatalmat illeti, és miközben mondhatnám én azt, hogy ilyen típusú viták, és nem is járnék nagyon messze a valóságtól, hogy közép-ázsiai országokban tudnak folyni, és Magyarország pedig az európai kultúra része, de valójában ténylegesen közben az van, hogy a végrehajtó hatalom is, és a törvényhozó hatalom is a legszigorúbban el van attól tiltva, hogy a bírák működését, az ítéleteket minősítsék, és mondjuk szigorú ítéleteket követeljenek. Ilyen fokon, mert ugye elsőfokú ítéletről beszélünk. Veszélyes az, hogyha a hatalom ilyen formán beleszól egy nem jogerős ítéletben? Hát ugye sok veszély van. Az egyik veszély az, hogyha a bírói függetlenségben való hit megrendül, akkor a társadalom alapjai rendülnek meg. De ilyen fokon, hogyha másodfokon kimondanak bármiféle ítéletet, akkor már ott billeghet? Hát most ezek után? Azt az egyszerű helyzetet képzeljük el, hogy ugye itt két elsőfokú ítéletről van szó. Az egyik ugye a MAL ZRT vezetőinek a büntetőpere, őket fölmentették, a másik pedig a Hagyó Miklós pere. Mind a kettő elsőfokú ítélet, az egyik Kecskeméten, a másik pedig Veszprémben. Most tételezzük fel azt, hogy a másodfokú bírósági ítélet a kormány óhajainak éppen megfelelő lesz, vagy ebben az esetben egyébként kormány és parlamenti többség között a tömegdemokráciákban, Magyarországon meg különösen eleven most nem tudunk különbséget tenni. És ugye azt kezdtem mondani, hogy 1748-ban publikálta Montesquieu a Törvények szelleméről című könyvét, amelyik mondjuk a bibliája a hatalom megosztásnak, és az egyik legnagyszerűbb jogi könyv, amit valaha alkottak. De ugye itt akkor most az van, hogy a másodfokú ítélet adott esetben a kormány számára kedvező lesz, és ezek után ki tudja elhinni azt, hogy ez egy független bíróság külső befolyástól mentes döntése volt. Egyébként ön is azért alhat viszonylag nyugodtan, nem tudom, hogy mennyire nyugodtak az éjszakái, és én is viszonylag, én nekem sem teljesen nyugodtak az éjszakáim, viszonylag azért alhatok nyugodtan, mert a bírói függetlenséghez még nem ért el a nemzeti együttműködés rendszerének a lesattoló, egységesítő törekvése. Sor független intézmény már megszűnt, és egyébként az nagyon örvendetes, hogy én a Handó Tünde nyilatkozatát nem olvastam, a Darák Péterét, igen, hogy a kúria elnöke
azt kell mondjam, hogy önérzetesen, nagyon jól megválogatott mondatokkal, és nagyon határozottan lépett fel a bírói függetlenség védelmében, és kimondta azt, ami egyébként közhely, ezt ugye nem kell mondjuk értelmes hallgatónak hangsúlyoznom, hogy abszolút értéke a demokráciának a bírói függetlenség. Tehát ha nincs bírói függetlenség, akkor semmi nincs többé, tehát valakinek megtetszik az ön lakása, akkor nem tudom, bírói úton elvehetik. Tehát, de hogyha elmennek egészen a törvénymódosításig? Jó, hát ez egy másik kérdés. A törvényhozó hatalomnak megvan a maga eszközei arra, hogy a bíróságok működését befolyásolja, hiszen itt egy nagyon izgalmas, ilyen dinamikus kapcsolat van, hiszen a bíró azok alapján, a szabályok alapján dönt, amit a törvényhozó hatalom hoz meg, amikor törvényt vagy alkotmányt alkot. Tehát megvan a lehetősége, hogy ebbe valamilyen módon befolyásoljon, de az, hogy visszamenőleg ezt megtegy, az teljesen lehetetlen. Ugye az alkotmányos büntetőjognak igen csak hosszú időre visszamenő alapelve a nulla pöne sine lege, nullum crimen sine lege, tehát hogy nincs sem büntetés, sem pedig bűn törvény nélkül, és a törvénynek akkor kell meglennie, akkor kell hatályban lennie, amikor a cselekményt elkövették. Tehát egy ilyen ügyben már törvényhozási úton nem lehet belépni, és egyébként az alkotmányos büntetőjognak természetesen megvannak a korlátai, tehát a parlament nem tehet meg bármit a büntető törvénykönyvvel sem. Korábban is volt szó, vagy hát néha-néha bíráltak ugye a bírákat, ugye nem tudom, MDF, Dávid Ibolya, vagy Megyesi Péter idején, tehát volt már erre példa, egy-egy ügy azért volt, most lehet, hogy gyülekeznek ezek az ügyek? Vagy hogyan fajulhatott most ez idáig, hogy tényleg így egymásnak feszülnek az ellenfelek? Már kicsit úgy tűnik. Ezek mind botrányok voltak. A botrányok nem egyforma súlyúak voltak, és egyébként mindegyik nagyon káros volt. Hozzáteszem egyébként, hogy alkotmányos demokráciában is időnként ilyesmi előfordul, és általában nagyon-nagyon súlyos következményei vannak. Tehát tudunk arról, hogy például amerikai elnök kis hián belepukott abba, hogy egy elszólással egy büntetőügyben prejudikáló megjegyzést. Tehát egyébként maga Orbán Viktor is azzal kezdte a kolontári katasztrófa idején, hogy rögtön kijelentett, hogy vannak bűnösök. De egyébként ugye nem, az a helyzet, hogy nem mindig van, tehát a bírákat lehet kritizálni, az teljesen rendben van. Ön is kritizálhatja, jogtudósok is, és az érintettek is. Sem a parlament, sem a végrehajtalom ezt egyébként nem teheti meg. De itt egyébként ugye amennyit tudunk a tényállásból, az azt mondja, hogy a bíróság számos ponton megállapította egyébként a MAL ZRT vezetőinek a felelősséget, csak azt mondja, hogy ez nem éri el a büntetőjogi felelősség szintjét. Egyébként polgári perek sorában marasztalta el a bírósága ugyanezt a MAL ZRT. Tehát más a felelősség a polgári jog, és más a büntetőjog tekintetében. Ahogy tűnik, most lesz még ennek az ügynek folytatása, várom akkor is szeretettel önt. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.